Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Manaira számára. Kedves Manaira, üdvözöllek téged, ez a te felvételed, és most megnézzük, hogy mit érez irántad, mi az ő terve, mit fog tenni, és én kezdeném a te érzelmeiddel. Itt, ebben a parkban látható ez a szerelmes pár, ez a hölgy rád utal, ez a férfi rá, és a te érzelmeidet itt ez a kártya jelenti. Nehézségek vannak, valami nyomaszt téged, nem mennek előre az események, holott ezek a botok a tűz elemére utalnak. Az lehet lelkesedés is. De jelen pillanatban még érzed ezt a nehézséget, valami nyomaszt téged belülről. Az ő érzelmeit itt ez a kártya mutatja. A kettes szám az utal egy párkapcsolatra. Ő szeretne veled egy párkapcsolatot kialakítani, de nem lát. Be van kötve a szeme, nem tudja hogyan tovább. Nem bízik magában, olyan bizonytalan minden. Ami számára fontos lenne, az, hogy becsukja a szemét, és hallgasson a belső hangra. Az ő lelki világa megadja a választ, hogy köztetek kialakulhat egy párkapcsolat. A gondolatokat itt ez a kettő kártya mutatja, az egyik a te gondolataidat, a másik az ő gondolatait. Vagy azt, hogy miről kellene elgondolkoznotok. Nálad látható itt ez a bot. Nem ez a sok, hanem csak egy. Az azt közli veled, vedd a kezedbe a dolgokat, légy bátor, aktív, keresd vele a kapcsolatot. Lehet, hogy pontosan erre vár, mert itt látható, hogy ő bizonytalan. Az ő gondolatait itt ez a kártya mutatja. Itt az érmék utalnak a vagyoni dolgokra, pénzügyi helyzetre, a munkájára is, viszont az érmék jelentik a föld elemét, a reális dolgokat és az értékeket. Te értékes vagy számára. Ez a kapcsolat értékes számára, és a képen láthatunk egy boldog párkapcsolatot, és pontosan ez az ő terve. Mi vagy ki befolyásol téged? Itt ez az eremit azt jelenti, hogy húzódj vissza az ismerősöktől, vagy a baráti körtől. Előfordulhat az is, hogy mások azt mondják neked, felejtsd el, ebből úgysem lesz semmi, de ne hallgass ezekre a szavakra, hanem húzódj vissza, és figyelj a belső hangodra. Mit közöl veled a te intuíciód? Milyen befolyás alatt áll ő? Itt látható ez a fő papnő. Ez a fő papnő őrzi a titkokat, és egy titkos könyvet, ahol a sors utak le vannak írva. Az azt jelenti, hogy a ti párkapcsolatotok
nem véletlen, hanem ez meg van írva a sors könyvébe. És ezt ő érzi is. Mit kell, hogy tegyél? Vagy mi várható a következő napokban, hetekben, ez a kártya mutatja. Megint ez a római 2-es szám, az jelenti a párkapcsolatot. Természetesen jelentett szerződéseket is, de itt szerelmi témáról van szó, tehát a párkapcsolatról. De te is bizonytalan vagy, ide-oda húzódsz, nem tudod, hogy mi várható, bízhatsz-e benne, vagy mik az ő tervei. Itt az érmék a föld elemét mutatják, tehát a reális dolgokat, ebből lesz valami. Őrizd meg a belső egyensúlyodat, de őrizd meg a te értékeidet is. Ez a kettes szám utalhat még valami másra, vagy valaki másra. Változások a munkahelyi területen, vagy egy új ismeretség, és kettő közül fogsz választani. Mit fog ő tenni? Mi várható nála? Itt a kelyhek utalnak a víz elemére, és a víz eleme mutatja az érzelmeket. Ő közeledik hozzád. Szeretettel közeledik hozzád, de a hármas számnak is van egy jelentősége, mégpedig az, hogy ebből a párkapcsolatból kialakul valami új. Például, hogy együtt dolgoztok egy bizonyos területen, vagy egy gyermek születése. De ez a hármas szám utalhat arra is, hogy egy harmadik személy beleszól a dolgokba. De mivel itt vidámságról van szó, az lehet egy ünnepség, ahova meghív téged, de ott mások is ott lesznek. Ebben a parkban van itt egy szökőkút, és ez az irány mutatja a jövőt. Itt a négyes szám jelenti a biztonság érzetét. Neki is szüksége van erre, neked is szükséged van erre. Itt ez a kéz, ami átnyújt valamit, ezek a lehetőségek, viszont oda kell figyelni. Nem csak látni kell ezeket a lehetőségeket, hanem nyitottnak lenni erre. És itt a kelyhek a víz elemét mutatják, az érzelmeket. Ha ti ebben a szerelemben bíztok, ha ti odafigyeltek erre, ha ti nyitottak vagytok ezekre a lehetőségekre, akkor itt kialakul egy párkapcsolat, ami nyújtja a biztonság érzetét is, erre utal a négyes szám. Én megkérdezem most az ingát, szeret ő téged, szeretne veled egy párkapcsolatot kialakítani? Igen, nem, vagy talán? Amennyiben az inga jobbra mozdul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged, és szeretne veled egy komoly párkapcsolatot kialakítani. Amennyiben az inga balra mozdul ki, akkor nincs remény. Amennyiben az inga megáll, akkor megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. A válasz egyértelmű. Ő szeret téged, és szeretne veled egy tartós párkapcsolatot kialakítani. Kedves Manajira, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok
nektek minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!